Követjük Orbán Viktor miniszterelnök úr tettét és gondolkodását. Békét szeretnék. Itthon és Európában. Hajrá Viktor! Hajrá Magyarország! Tisztelt hölgyeim és uraim! Békeszerető magyarok! A világ minden tájáról, határon innen és túl, üdvözlet mindenkinek! Június 1-jére szervezték a 10. békemenetet. Mi most arról kérdezzük a mögöttem látható tömeget, hogy ők mi az, amiért eljöttek az eseményre. Hát mert itt a helyünk, úgy gondolom, hogy különösen így 9-e előtt meg kell mutatnunk, hogy mi vagyunk többen. Békét szeretnék. Itthon és Európában. Ne vigyék el a gyerekeinket, unokáinkat katonának. Mind a 10 békemeneten ott voltam eddig, azért, mert nem szeretnék háborút. Azért jöttünk most ma el a békemenetre, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy kiálljunk a békéért, a békepártiságért, és szeretnénk azt megmutatni minden magyar embernek, hogy a Fidesz-KDNP, a jobboldali gondolkozású konzervatív embereknek miért fontos az, hogy Magyarországon és Európában is megtartsuk a békét. Háború ellenesek vagyunk, és minden normális magyar ember, és hát követjük Orbán Viktor miniszterelnök úr tettét és gondolkodását. Örüljünk, hogy ilyen miniszterelnökünk van, legyünk rá büszkék. Az a véleményem, hogy a miniszterelnök úr egy 100%-ig a hazáért, a családokért és a gyerekeinkért dolgozó és harcoló ember. És ha a világ ellenünk is van, mi ellenünk már nagyon sokszor, a nyugat is, meg mindenki összefogott, mi akkor is magyar becsületes emberek, dolgozó emberek vagyunk, és mi azt szeretnénk, hogy béke legyen, hagyjanak minket, bennünket a mindenféle frusztrációkkal, nyugati befolyással. És mire gondol élnek? Pontosan, milyen frusztráció? Hát például az agyonerőltetett. Én migráció, nagyon genderőrület, háború. Igen, én nagyon toleráns vagyok, én nekem csak jó ember van, meg rossz ember. Mit gondolsz egyébként a magyar egészségügyről és az oktatásról? Azt gondolom, hogy mint minden háztartásban itt is van hová fejlődni, van mit fejleszteni, de az elmúlt években is nagyon sok olyan példát tudunk utána hozni, amiben már megmutattuk azt, hogy miben van előrelépés, ilyen például a fizetésemelés a tanárok, illetve az orvosok tekintetében is. Hát én nekem nincs semmiféle problémám, mi már idősek vagyunk. Iskolába járnak és semmi problémájuk nincs. Menő sapka, ugye? Mi az, amiért ön ma eljött? A békéért. Ön szerint ez az 2 óra hossza felvonulás, az majd hozzá fog tenni a békéhez? Reméljük. Mi az, amit támogatni szeretne? A Fidesz. Miért? Nézem meg a kormányzás alatt, mit hozott össze, és miből, bocsánat. Én gondolom azt, hogy például egyértelmű a háborús helyzet, bár ezt bárki tagadja, lehet tagadni, de dokumentumok igazolják, felvételek vannak róla, megszólalások vannak ez ügyben, felelős emberektől, és még senki se cáfolta, tehát ez önmagáért beszél. Látom, még Petőfi Sándor is van. Úgyhogy jó lenne, hogyha észrevenné Európa Unió, hogy a béke azon múlik, hogy megegyezzenek. Miért fontos önöknek, hogy ma itt legyenek? Mert szeretnénk a kiállásunkat kifejezni a magyar kormány mellett. Kifejezzük a szolidaritásunkat a Orbán kormányal szemben. Ő bennük hiszek. Legelőször azért szavaztam rájuk, akkor még nem is nagyon tudtam, hogy kire szavazok, csak fiatalok voltak és tetszett. Azóta meg már tudatosan. Úgyhogy tetszik, amit csinálnak. Tisztelt hölgyeim és uraim! Békeszerető magyarok! A világ minden tájáról, határon innen és túl, üdvözlet mindenkinek!